Mit is csinál pontosan a Magyar Állattenyésztők Szövetsége, mik a feladatai és a céljai? Az Állattenyésztők Szövetsége 28 tenyésztő szervezetet tömörít. A tenyésztők azok a Magyarországon, akik az árutermelés biológia alapjait, a tenyészállatokat előállítják, ők a tenyésztők, őket tömöríti az Állattenyésztők Szövetsége. Van Sertésszövetség, Szarvasmarha Szövetség, Lovas Szövetség, Juh és Kecske Szövetség, illetve kisebb szervezetek is tagjaink, mint például a Csincsilla Tenyésztők Szövetsége, vagy a Még Tenyésztők Szövetsége, és az Őshonos Baromfit és Kisállatokat Tenyésztők Egyesülete szintén a Magyar Állattenyésztők Szövetségének tagja. A 90-es évek elején, amikor lehetett már egyesületeket alakítani, akkor jöttek létre a tagszervezeteink. A MÁSZ az pedig 1995-ben, tehát tavaly ünnepeltük a 20 éves fennállásunk 20. évfordulóját. A szövetség célja az, hogy a különböző ágazatok, tehát szarvasmarha, jósert és ló, ahogy elmondtam, az egy széles érdek célokkal és feladatokkal rendelkeznek, de ami közös, azokat megpróbáljuk összefogni, összehangolni, és a minisztérium felé, vagy nemzetközi szinten akár Brüsszel felé, vagy különböző más tagországok felé ezt orientálni. Tehát közösen lépjünk fel közös érdekek és célok érdekében, és ezek megvalósítását is próbáljuk meg összehangolni. Ma van a tejvilágnapja, a magyar tejtermelők hogyan integrálódnak a szövetségbe? A tejtermelők a Szarvasmarha Tenyésztők Szövetségébe integrálódnak, és azon belül pedig elsősorban a Holstein Fríz Tenyésztő Egyesület az, amelyik a Magyarországon ez a fajta neve, bocsánat? Igen, Holstein Fríz ez a fajta neve, és ennek a fajtának tenyésztői a Holstein Fríz Egyesületbe tömörülnek. A szarvasmarha tenyésztők egyébként 8 egyesületben dolgoznak, és ezek közül legerősebb és legnagyobb szervezet a Holstein Fríz Tenyésztők Egyesülete, aminek a nyilvántartott tehén létszáma közel 170 ezer. Ez a magyar tejtermelésnek a gerinchadát képezi, tehát mondhatom, hogy ebben az egyesületben tevékenykedő tagok termelik meg Magyarország tejtermelésének 80%-át. Tudnánk önellátóak lenni teljesen? Mindenképpen tudnánk önellátóak lenni. Ez egyik nagyon fontos kérdés, hogy az import az miért ilyen jelentős még mindig. Bár, hogyha megnézzük és 2010-ig mondjuk visszamegyünk, tehát egy 5-6 évet, akkor érdekes és nagyon pozitív tendencia figyelhető meg, mégpedig az, hogy az exportunk az nagyon jelentősen emelkedett, egy olyan 20%-kal körülbelül, míg az importunk az nagyjából stagnál 2010 óta. Mindig arra panaszkodunk, hogy Magyarországra nagyon sok tejtermék érkezik be, elsősorban sajtok, joghurtok formájában, és a nyers tej egy jelentős része, tavaly például ötöde a magyar tejtermelésnek, kimegy az országból nyers tej formájában, nem dolgozzuk fel itthon, pedig tudjuk, hogy ha mit feldolgozunk Magyarországon, az hozzáadott értéket ad, munkahelyeket teremt, és hát kiváló minőségű a magyar tej egyébként, nagyon szeretik, nem csak azért, mert fehér színű, ez is egy kicsit érdekes, hogy mosolyogatunk, hogy miért a tej az mindig fehér, pedig nem így van, mert azokban az országban, ahol gyepre alapozott tejtermelés folyik, tehát nem a kukorica vagy tömegtakarmány alapú tejtermelés, mint Magyarországon, ott sárgább színe van a tejnek. Magyarországon nagyon szép fehér színe van, és sokan azért vásárolnak magyar tejet, hogy fehérítsék, és még fehérebb legyen a vaj, vagy pedig a folyadék tej maga. Úgyhogy Magyarország önellátó lehetne tejtermelésben, és nem csak, hogy önellátó lehetne, hanem jóval több embernek is képes lenne tejet termelni, mint az a 10 millió magyar, aki lakik a magyar határokon belül. Ez egy hosszú távú cél is lehet, de most rövid távon egyelőre az a cél, hogy megmentsük azokat a tejtermelőket, akik még itthon vannak, dolgoznak, és akikre aztán lehetne alapozni egy ilyen nagyobb horderejű stratégiai tervet. Nagyon versenyképes a magyar tejtermelés, szerintem ezt se tudják sokan. Tehát sokszor mondjuk azt, hogy bezzeg a Nyugat-Európa fejlettségben és egyéb dolgokban lehagyja Magyarországot, tejtermelésben ez nincs így. A magyar tejtermelés az világszínvonalú. Európában is egyébként mondjuk azt tudni kell, hogy a világ meghatározó tej exportőre az Európai Unió. Tehát a tej világpiacon, itt most nem a nagy termelőket kell gondolni, mint például Kína vagy India, hanem akik a kereskedelemben részt vesznek, abban Európa itt tagállamok és az Európai Unió meghatározó. Szóval egy ilyen piacon, egy ilyen helyzetben is Magyarország kiemelkedő. Benne vagyunk a top 5-ben, tehát a legjobb 5 legversenyképesebb Európai Uniós tagállamban. És
Ez talán az egyik oka annak, hogy még életben vannak a magyar tejtermelők, mert hogyha az árakat nézzük, akkor a 28 tagállamban mondjuk a negyedik legrosszabb ára van a tejnek Magyarországon, és ilyen körülmények között mondjuk egy francia vagy egy német tejtermelő már régen fejre állt volna. A magyar tejtermelő még nem áll fejre, de már ugye próbál minden eszközt megragadni annak érdekében, hogy azért plusz forrásokat is teremtsen, de azért ez mindenképpen sokat mond, hogy például mondjuk 20 éve 6000 kg körül volt egy tehén tejtermelése, ma több mint 9000 kg. Minden köszönhető ez a növekedés? Ez elsősorban a genetikai fejlődésnek és fejlesztésnek és szelekciónak, amiben óriási szerepe van a tagszervezetünknek, a Holstein Fríz Tenyésztők Egyesületének, ami egyébként a világ Holstein Fríz családjában nagyon komolyan beintegrálódik, és a magyar szakembereket hívják a világ különböző pontjaiba, akár külön bírálatra, vagy az egyesületnek az ügyvezetője az a egész Holstein Világszövetségnek meghatározó oszlopos tagja. Tehát mondhatjuk azt, hogy mi benne vagyunk a krémben, a tejtermelésben, és amit még elfejtettem mondani, is fontos, hogy a legkoncentráltabb tejtermelés folyik Magyarországon a világon, megint csak nem tudjuk esetleg ezt sokan. Tudjuk, hogy vannak kis, nagy, közepes méretű üzemek, de ha az átlagot nézzük, akkor majdnem 400 tehén az átlagos mérete egy tejtermelő farmnak vagy gazdaságnak, míg mondjuk Nyugat-Európában ez 100 és 200 között van, vagy az Egyesült Államokban is kisebb, pedig hát ott aztán iparszerű méretekben akár több ezres állományokban folyik a tejtermelés. Ennek ellenére nekünk koncentrált tejtermelésünk van, nagyon versenyképes tejtermelésünk van, úgyhogy minden adott annak érdekében, hogy itt a tejtermelés az jövedelmező legyen, de most nem az sajnos. Azt is látni kell, hogy ez az egész tejipari válság, ez nem magyar sajátosság. Tehát nem azért olcsó a felvásárlási ár, mert valamit itt elrontottak Magyarországon. Ez egy globális probléma, és mint olyan, a válaszok is globálisnak kellene, hogy legyenek. De a probléma az, hogy az ilyen globális összefogás az nem jellemző a világban. Gondoljunk csak a szíriai problémára. Ennek következtében minden ország, minden nemzet megpróbálja a saját kis szűk mozgásterén belül segíteni a tejtermelőit. Szerencsénk van olyan értelemben, hogy a magyar kormány az zászlójára tűzte az állattenyésztést, és fontosnak tartja, úgy gondoljuk. Tehát amit lehet, igyekszik megtenni. Az más kérdés, hogy mi termelők, ezt még mindig kevésnek érezzük. De hogyha összevetjük magunkat mondjuk az Európai Uniós tagállamokkal, akkor azt látjuk, hogy a magyar tejtermelők bizony nagyon komoly fajlagos támogatást kapnak európai viszonylatban is. De hogy, ahogy mondtam, az árak itthon, európai szinten is egyik legalacsonyabbak. Versenyképesek vagyunk ugyan, de hát azért a tőkeellátottságunk nem összemérhető mondjuk egy holland, egy dán, egy angol vagy egy francia gazdával, akinek harmadik, negyedik generáció óta volt lehetősége arra, hogy fölhalmozza a tőkét, tehát az édesapja, a nagyapja is ezzel foglalkozott, ezt csinálta. Nem kellett neki olyan beruházásokat az elmúlt 10 évben mondjuk megvalósítani, mint Magyarországon a hazai tejtermelőknek. Tehát ilyen körülmények között nagyon sérülékeny a magyar tejágazat. És arra még fölhívnám a figyelmet, hogy 2010 óta emelkedik a magyar szarvasmarha állomány, és erre nem volt példa 90-es évek eleje óta. Tehát míg a 90-es évek eleje óta folyamatosan csökkent nem csak a szarvasmarha állomány, a tejelőtehén állomány is. Egyébként akkor 1 millió szarvasmarha volt körülbelül az országban, aztán ez lement 601 néhány ezerre, és ma 820 ezer fölött van a szarvasmarha létszám. Tehát elindult egy tendencia. Most, hogyha egy ilyen tejpiaci válság van, mint amit most átélünk, és ez hosszú távon folytatódik, akkor ez a fölfelé ívelő trend ez meg fog törni, és újra csökkenni fog a tejelőtejneknek a létszáma. Persze azt is látjuk, hogy elmondtam az előbb, egy tehén ma többet termel fajlagosan, mint korábban, tehát ugyanannyi tej megtermeléséhez kevesebb tehénre van szükség, de amint mondtam, Magyarország képes lenne a saját lakosságánál nagyobb méretben is tejet előállítani. A hazai tejtermelők akkor honnan várhatják a segítséget? Ha állami szinten annyira nem is úgy vettem ki a szavaiból, akkor inkább uniós szinten? A nemzeti támogatások, illetve a kormány támogatása az kimagasló mindenképpen, én ezt akkor még egyszer hangsúlyoznám. Tehát, hogyha a többi tagállamhoz viszonyítjuk magunkat, akkor azt látjuk, hogy fajlagosan egy kilogramm tejre vonatkoztatott támogatások aránya azért jó, magas Magyarországon. Tehát ebben azt hiszem, hogy a kormány erőfeszítéseket tesz.
Európai Unió, a bizottság nem tesz ennyi ekkora erőfeszítéseket már, ezt ott már nem mondanám el. Az a baj, az Európai Bizottság lassú, egy nagy giga apparátusról beszélünk, igen jól élnek ugye az ottani dolgozók, hiszen tudjuk, hogy a minisztereknél magasabb fizetésekkel rendelkeznek, tehát nem hiszem, hogy ők különösebben éreznék ezeket a problémákat a saját bőrükön. Ugyanakkor az egész Európai Bizottság és az egész döntéshozatali folyamat az egy nagyon lassú, az úgy van kitalálva, hogy az a nagyon gyors döntéseket ne tudjon hozni, kapkodásról ne lehessen beszélni. Hát itt ez most nagyon visszaüt. Tehát az Európai Bizottság lassan dönt, egyelőre nem nagyon hozott olyan intézkedéseket, amik ki tudnák rántani az ágazatot a válságból, pedig, ahogy mondtam, globális problémára globális válaszokat kéne adni. Míg a magyar kormány, én azt gondolom, hogy a többi tagállamhoz képest többet tett a magyar tejtermelőkért. Más kérdés, hogy még ez sem elég. Hozott magával egy folyóiratot, ezt nézzük meg, ennek a címoldalán pontosan az a tehén látható, egy picit megmutatom a kamerának, amit mi előszeretettel tenyésztünk itthon. Mondjuk el még egyszer, melyik ez a fajta? Ez a Holstein Fries fajta, ami a magyar tejtermelésnek a zömét 80%-át adja. A másik fő tejtermelő fajta, ami már kettős hasznú, az a magyar tarka, egyébként egy magyar védett, veszélyeztetett fajta. Veszélyeztetett azért, mert olyan kevés van belőle. A Holstein Fries szerencsére még nem az, de hogyha így haladnak az árak, akkor ez a fajta is nagyon ennek a fajtának a populációja is lecsökkenhet. Tehát ez az a fajta, amire mi nagyon büszkék vagyunk, mert az eredmények alapján benne vagyunk a világ élvonalába, ugyanakkor nagyon komoly veszélyeknek van kitéve ez az ágazat az említett okok miatt. Hát nem egy vékony folyóiratot tartok a kezemben, tehát jó sok minden van benne. Ez milyen időközönként jelenik meg, és mi minden tartalmaz? A Magyar Áttenyésztők lapja az egy havilap, és az összes tagunknak jár, tehát egy 8000-es tagságnál ez 8000-es példányszámban jelenik meg, és hát igyekszünk napra készen tájékoztatni a gazdákat a honlapunkon és ezen a lapon keresztül a különböző támogatási, jogszabályi, piaci és szakmai információkkal kapcsolatban. Vannak állandó rovataink, az egyik legnépszerűbb rovatunk az a legvégén az arcél rovat. Mindig bemutatunk egy-egy olyan személyt, aki abban a hónapban van, abban az időszakban valamilyen díjat kapott, vagy valami miatt fontos. Hát látok itt állattenyésztéssel kapcsolatos dolgokat, tejtermeléssel kapcsolatos dolgokat, sertéstenyésztésről. Hogy a jövő sertés tenyésztője címmel, egy kicsit ironikusan, mert hát a sertés is, a sertés ágazat is nagyon súlyos problémákkal szembesül, és hát már többen föltették a kérdést, hogy esetleg a hobbi sertés felé kell elindulni, mert a árutermelésben nincsen jövedelmezőség. Természetesen remélem nem ez lesz a vége a magyar sertés ágazatnak, de ott is nagyon komoly problémák vannak, és még annyit hadd mondjak el, hogy én még talán a fiatalabbak közé tartozom az ágazatban, de nem emlékszem, de az öregek, az idősebbek sem emlékeznek olyan évre, mint ami 2016, amikor mind az állattenyésztési ágazatok sokaságát tekintve, tehát nem csak a tej, a sertés, a tej, a húsmarha, a jó ágazat, és a növénytermesztésben is az árak nagyon rosszak. Tehát mikor egyszerre mind a két főágazat, a növénytermesztés és állattenyésztés is ilyen mély repülésben van, olyanra példa ennyire azért még nem volt. És úgy szokott lenni, az egyik ágazat kisegíti a másikat, és a termelők egy része az ezt is csinálja, azt is csinálja, pont azért, hogy több lábon álljon. Most ebben az évben ezek az ágazatok egyike sem tudja túlzottan kisegíteni a másikat.